Ünnepelni gyűltek össze az 1986-ban IHF kupát nyert Rábaetó férfi kézilabda csapatának játékosai, vezetői, akik megemlékeztek azokról is, akik ebből a társaságból már nincsenek közöttünk. A 30 évvel ezelőtti siker nagy meccsekkel, szép győzelmekkel és kalandokkal teli volt. A sorozat első két fordulójában a török Szimtel és a svájci Bázel sem állította komoly erőpróba elé az Etót. Aztán a szlovákiai Eperjes csapatát búcsúztatta a Győr. Az elődöntő első mérkőzésén a nagybecskereki Proleter ellen Győrben aratott 11 gólos győzelem után a visszavágó már csak formalitás volt. A döntőben a spanyol Alicante volt az ellenfél. A hazai pályán megszerzett 6 gólos előnyt sikerült megőrizni a visszavágón. Idegenben csak 4 találattal kaptak ki a zöldfehérek. Így a magyar férfi kézlabda történetének második csapataként szereztek európai kupagyőzelmet. A fiúk azonnal csobbantak is egyet a tengerbe. Nem féltünk kimenni, megmondom őszintén, egybe volt a csapat. Hát arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon készültünk. Lásd az eredményt. És a végén, ahogy voltunk, szereléstől bele a nagy vízbe, aztán ott ünnepeltünk. 1986-ban egy vidéki kézilabda csapatnak nehéz volt eredményesen szerepelni a nemzetközi porondon. Akkoriban nyugatra kijutni még él sportolóként sem volt egyszerű. A Szániel Jánosnak a tevékenysége, hogy egyáltalán el tudtunk indulni ebbe az EF kupán, vagy IHF kupa volt akkor még. Ugye Törökországban még kimehettünk, és akkor Svájcban már nem mehettünk el, szó volt, mert annó Horváth Ede nem akart engedni, és a János az megoldotta, hogy akkor két útlevél volt, és akkor a kék útlevelet azt ugye elhozta, mi megkaptuk, ő elment szabadságra, bennünket nem tudott utasítani a Horváth Ede, és kocsikkal mentünk ki Hegyeshalomba, föl a Wienerwalds, és úgy mentünk ki Bázelba, és akkor ahogy megnyertük a mérkőzést, utána megmaradtattunk, hogy akkor volt ez a váltás, hogy a labdarúgók, kézlabdások meg a természetjárók maradtak, mert az összes többi szakosztályt leadta az Eto. Úgyhogy ez volt az egyik, hát a másik meg az, hogy ahogy megnyertük, tehát az egy nagyon nagy élmény volt. Az akkori Etóban, az IHF kupa sorozatban Balog Imre, Cseh Béla, Csicsai Otto, Deák István, Domonkos Attila, Horváth Zsolt, Iváncsik Mihály, Kádár Zoltán, Mennyhér Tamás, Horos Tibor, Polgár László, Tóth László és Vesztergom Zoltán lépett pályára.